Basszus, mindenhol a hajam van. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a fél évzárási pánikteg lesz, amit ugye így júniusban szoktunk kitölteni, mint hogy már az év fele elment, valahova eltűnt, a semmibe. Úgyhogy nézzük is, hogyan nézett ki ez az elmúlt fél év, és mi várható a következő fél évre. Első pont, az idei legjobb olvasmányod. Olyan igazi kedvencet szerintem idén még nem avattam, legalábbis nem éreztem úgy, hogy így egy könyvbe ugrott volna. Az egyik, ami nagyon tetszett, és azt még a könyvkemping alatt olvastam, az a Bonita című volt, ez egy gyakorlatilag a Szilaj meséhez írt könyv, és az nagyon-nagyon tetszett. Lovas, meg kedvenc filmem alapján, szóval így szerintem ez annyira nem meglepő. A másik, ami nagyon jó élmény volt, az a Szága képregények, ezeket Eszitől kaptam kölcsönbe, és azért volt nagyon jó élmény, mert nagyon durván berántott, úgyhogy egyből a magyarul elérhető összes kötetet el is olvastam, és majd szerintem folytatom angolul őket. Illetve ami még nagyon-nagyon jó élmény volt, az az Úgy, ahogy vagy volt Emily Nagoszkitól. Erről van egy külön videó is a csatornán, úgyhogy ezt nem részletezném tovább. Második, a legjobb folytatás, amit idén olvastál, ide se egy könyvet fogok mondani, hanem egyszer mondom a Paper Girls második részét, mert ez nagyon-nagyon jó volt. Még mindig nem tudunk sokat a sztoriról, de nagyon tetszett ez a második rész belőle. Illetve a Holdbéli Krónikák második részét is ide fogom mondani, a Scarlett-et, mert ez egy ilyen 24 óra alatt befejezett könyvem volt, és nagyon-nagyon jó volt ez a rész is. Úgyhogy ezek után már nem kételkedem, hogy ez egy kedvenc-szerű sorozat lesz nálam. Harmadik, friss megjelenés, amit nem olvastál még, de szeretnél. Van egy pár ilyen. Az egyik ilyen az a Nagy folyók haragjának a folytatása, amit a könyv héten vettem. A másik ilyen pedig Moskát Anitának a most megjelent novellás kötete, a Hazugság tézisei. De egyébként gyakorlatilag bármelyik könyvet mondhatnám, ami mondjuk friss megjelenés, és megvan, mert úgy mindent szeretnék elolvasni, de ezek azért prioritást élveznek jelenleg. Ja, illetve amit nem tudtam megvenni könyvhéten, az a Holdbéli Krónikák negyedik része, a Winter. Azt is nagyon szeretném elolvasni. A negyedik kérdés, hogy legjobban várt friss megjelenés az év második felére. Idén nincsen új Rick Riordan könyv, mármint ilyen exkluzív Rick Riordan könyv, mert ebben a tagban mindig az új Rick Riordan könyveket mondtam, mert azok mindig októberben jelentek meg. Majd jövőre lesz új Rick Riordan könyv elvileg. Idén most nincsen, tudtam, már mint a Daughter of the Deep már tavaly sem annyira érdekelt engem, majd lehet egyszer elolvasom. Viszont, ami nagyon fog érdekelni, az Rainbow Rowell-től lesz egy novellás kötet, nagyon sok novellás kötetem lesz idén. Valahogy így átveszik az uralmat. De Rainbow Rowell kiad egy novellás kötetet a Scattered Showers címen, amiben a korábbi könyveihez kapcsolódóan is lesznek novellák, tehát lesz benne Simon Snow-s novella, ami azt hiszem pont karácsonyi, benne lesz az If the Fates Allow, amit én már olvastam, mert megjelent e-könyvként is, és az is benne lesz, meg lesznek benne illusztrációk, szóval ez egy ilyen novellás kötet lesz, és egy csomóba lesz visszatérő karakter korábbi könyveiből, úgyhogy egyrészt a többi Rainbow Rowell könyvet is el kéne olvasnom, amit még nem olvastam, plusz amúgy is csak simán szeretném, mert Rainbow Rowell az utóbbi éveim egyik kedvenc új írója. Szóval azt nagyon-nagyon szeretném. Ötödik, legnagyobb csalódás. Érdekes módon idén olyan kifejezetten csalódást okozó könyv nem volt még számomra. Mert hogy amit mondjuk nem értékeltem olyan nagyon magasan, az iránt nem voltak nagy elvárásaim alapból sem, csak simán nem tetszett, de nem volt kifejezett csalódás. Olyan könyv, amire nagyon rákészültem, és aztán nem volt jó, nem igazán volt. Talán még a Boszorkányság éve illik ide a legjobban Alexis Hendersontól, de azért nem tudom teljesen ezt ide mondani, mert hogy én ezt a könyvet végül 4 csillagra értékeltem, és csak az ilyen BookTube könyvklubos beszélgetésünk során jöttem rá, meg így, ahogy a többiekkel beszélgettünk utána, akkor jöttem rá, hogy ez annyira nem volt jó, de mikor olvastam, nem éreztem azt, hogy nem lett volna jó, úgyhogy így igazából ez sem volt csalódás ilyen szempontból nekem. Hatodik,
Legnagyobb meglepetés. Miért azt raktam már megint alulra? Visszahozom a szágát, mert igazából olyan kifejezett meglepetésem sem volt idén szerintem, de azért a szágát fogom mondani, mert azt gondoltam, hogy nem lesz rossz és tetszeni fog, azt nem gondoltam, hogy ennyire. Tehát ez én két napig csak ezt a képregényt olvastam így esténként. Tehát az azt jelentette, hogy akkor így az első kettőt egyszerre olvastam ki egymás után ilyen, nem tudom, este 11-ig, és utána meg a maradék három részt olvastam ki szintén valahogy így. Tehát ez nagyon berántott, és ez engem meglepett, mert nem számítottam rá, hogy ennyire tetszeni fog. Kedvenc új szerző. Kifejezetten ilyet sem tudok mondani. Talán Christina Laurent tudom mondani, mert tőle most olvastam a Nem mézes heteket és a The Soulmate Equation-t, és így egészen olyannak tűnik, hogy az ő stílusuk, ahogyan ez a szerzőpáros ír könyvet, az nekem bejön. És nagyon-nagyon jó volt a Nem mézes hetek, és még van tőlük könyvem, úgyhogy talán legjobban ők jelenek ide. Nem mondanám, hogy tényleg kedvenc szerzőmé váltak, de egy jó felfedezés most az ő könyveik. Kell olvasni. Nyolcadik új fikciós szerelmek. Na most én egy ideje már nincsenek ilyen nagyon szíveske szemeket előedéző pasik szerintem könyvekben. De most eszembe jutott valami, nem most, de ehhez a tekhez eszembe jutott valami, amit szintén szága, és így az olvasás közben, így, mikor így átlapoztam a következő fejezet elejére, és így megláttam, és így leakadtam, hogy oké, mindjárt meg kell keresnem. Ez a képkocka itt. És csak így olvassátok el, amit így mond. Szóval igen, azt hiszem a legközelebb Marco áll a szágából ahhoz, hogy új fikciós szerelmet avassak. Kifejezetten egyébként akkor majd nem tudom, hogy ebbe van-e, de amikor ilyen nincs ideje borotválkozni és borostás, akkor még jobban néz ki. De az a képkocka, amit mutatta, azt mikor jó olvasás közül megláttam, akkor volt egy ilyen pillanat, hogy ha! Igen. 9. Legújabb kedvenc karakter. Na most ez megint egy kicsit fejtörést okozott, mert úgy ilyen se nagyon volt. Talán Klaust mondanám ide a Klaustból. A démon elő Mikulásunkat. 10. Egy könyv, amin sírtál. Volt egy pár. Az egyik például a Klaust volt, aminek a végén sírtam. A másik a Bonita volt, aminek a végén szintén sírtam, mert meghalt benne egy ló, és nagyon megviselte a szívemet ez a tény. Tehát egy ló halála az nagyon durva traumát tud nekem okozni. A következő számoktól már nem fogom tudni mutatni, mert nincs annyi ujjam, úgyhogy 11. Egy könyv, ami boldoggá tett. Ez a Nem mézes hetek volt Christina Laurent-től, mert ez egy kicsit ilyen rosszabb időszakban is talált meg, és nagyon jó volt ezt a könyvet végigolvasni, voltak benne jó humoros megjegyzések, meg csak simán olyan kis kellemes, szívmelengető volt éppen akkor, amikor olvastam, hogy ez abszolút az a könyv boldoggá tett engem. 12. Kedvenc könyv adaptáció, amit idén láttál, ez abszolút egyértelműen a Heartstopper. Mutatom hozzá a könyvemet is. Szerintem nagyon-nagyon jól adaptálták, nagyon tetszett, le is bingeltük egyből az egészet, úgyhogy nagyon-nagyon jó lett az adaptációja. Úgyhogy várom izgatottan a következő évadot, meg a folytatását a képregénynek is. 13. Kedvenc videó, amit idén csináltál, vagy kedvenc kritika, amit írtál? Ez az úgy, ahogy vagyok készült videóm. Mert ezt egy nagyon fontos témának kérdeztem, és nagyon szerettem volna egy informatív, illetve jó videót is csinálni róla, úgyhogy ez az idén készült kedvenc videóm, amit róla csináltam. 14. Legszebb könyv, amit idén vásároltál. Amúgy szerintem több is van, de az egyik kedvencem az egy újabb darabja Puffin Children's Classic gyűjteményemnek, ez a Kenneth Grahamtól, a The Wind in the Willows. Ennek azt hiszem a filmverziójának az a magyar címe, hogy Békavári Uraság, nem tudom magyarul ennek mi a magyar címe, pontosan könyvnek lehet, az is Békavári Uraság. Mindegy, ez nagyon szép, ilyen türkizes, kékes, és nagyon szép, ezek a könyvek nagyon szépek, de igen, úgyhogy ezt fogom ide mondani. És az utolsó, 15. kérdés, hogy melyik könyveket szeretnéd elolvasni még az év végéig? Minden könyvemet, ha tehetném leginkább. Most Alice Osman olvasásban vagyok, szóval itt tőle, még azt hiszem két könyv van vissza, azokat nagyon szeretném. Rainbow Rowell-t is kéne olvasnom, hogy a Scattered Showers-re képbe legyek a karakterekkel. Van három vagy négy
ilyen puffinos könyvem, amit még nem fejeztem be. A Hotbéli krónikákat szeretném végigolvasni most már, ráadásul ahhoz van egy novellás kötetem is, csak pont nem látszik a képen. Illetve a Moskát Anita kötetet, a Nagyfolyók haragját, mindent, amit a könyvhéten vettem, szóval mindent is szeretnék elolvasni az év második felében. Aztán majd lesz belőle, ami lesz. Nagyon, igazából az olvasatlan könyvemet szeretném elolvasni leginkább, tehát majd meglátjuk, mire lesz időm. Úgyhogy ez lett volna a fél évzárási pánik tag. Annyira nem pánikolok, nem tudom, nem érzem azt, hogy pánikolni kéne. Én úgy gondolom, hogy eddig így az első fél év egész jó volt, volt egy kis megzuhanás az egyetem miatt benne, de az most már itt az olvasási mennyiségembe, de az már nem számít. Azt majd olvasok, amit olvasok, igyekszem csökkenteni az olvasatlanok számát. Igazából az a legfőbb célom, mert most nagyon sok van. Sokkal több, mint szokott. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!